Alvállalkozókhoz szervezi ki a Tesco vagyonőreinek nagy részét, ennek első ütemére tavaly került sor, most folytatódik a tendencia. Az eddigi tapasztalatok alapján ez a fekete foglalkoztatás esélyeit is növeli, hiszen nehezen követhető, hogy melyik vagyonvédelmi cég alkalmazásában állnak a munkavállalók. Augusztusban munkajogi szabálytalanságok miatt került a figyelem középpontjába a Tesco. Az áruházlánc most folytatja vagyonőreinek alvállalkozókhoz való kiszervezését. A 3000 négyzetméteres üzletekben ez már tavaly megtörtént. Most az 5000 négyzetméteresekben van a sor. A személy, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara elnöke szerint ez megszokott, bár nehezen ellenőrizhető folyamat. Gyakorlatilag a munkaerő teljesen kikerül a vállalkozásokhoz, ami önmagában még nem lenne probléma. Az alapprobléma az, hogy azért szervezik ki, hogy még olcsóbban tudják ezt a szolgáltatást megkapni, olyan nyomottáron versenyeztetik meg az ott lévő vállalkozásokat, amelyek, ha szeretnék megtartani a piacukat, ha a munkaerő szeretné megtartani a munkáját, akkor azokból az összegekből már nem lehet kifizetni ezeknek a ott lévő munkavállalóknak a bérét, járulékait. Az eddigi tapasztalatok nem túl bíztatóak. Az alvállalkozók sok esetben kizsigerelik munkavállalóikat. Az áruházlánc egyik vagyonőre csak telefonon hangja eltorzításával kívánt nyilatkozni híradónknak. Nekünk se pótlékunk, se délutános, se éjszakai pótlék, semmit nem kapunk. Kapunk egy órabért, és fogjuk be a szánkat, és azt mondják, ha nem tetszik, el lehet menni, mert jön helyette 100. Az átszervezés munkahely megszűnéssel is jár. A mostani változtatás miatt körülbelül 50-en veszítik el állásukat. A munkavállalók járnak rosszul, egy az, hogy megszűnik a munkájuk, mert a jelenlegi információim szerint nagyon kevés olyan munkavállaló volt, egy-két ember, aki más munkakörben elhelyezkedett a Tesco-nál. A többségének gyakorlatilag megszűnik a munkahelye, és hát ezeknek az embereknek a helyére egy vagyonvédelmi cég által biztosított munkavállalók fognak kerülni, mert ezt a feladatot továbbra is el kell látni. Szerettük volna megszólaltatni az ügyben a Tesco-t is. Az áruházlánc azonban azt mondta, hogy a vagyonőrök nem az ő alkalmazottaik, ezért keressük inkább az alvállalkozókat.